Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. január 29-én hétfőn. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Cimbali Band lemezbemutató előadása. Aktuális pályázati lehetőségek részletei. Január 26-án a Cimbali Band együttest köszönthettük városunkban egy lemez bemutató koncert keretein belül, amelynek a Szabadság mozi adott otthont. Az előadásról Unger Balázs, a zenekar frontembere nyilatkozott televíziónknak. Január 26-án kerül sor itt Mezőtoron a Cimbali Band együttes lemezbemutató koncertjére. A lemez címe Góri. Miért ezt a címet adtátok? Hát a Góri kettős értelemmel bír. Az egyik a főnök, ez a háttere, a másik pedig az a terménytároló, amiben a kukoricát, vagy esetleg másfajta gabonát a télen keresztül tárolták az emberek, és ott tartották szárazon igazából. Ez a két értelme van. Hát a lemezünknek is több értelme is lehet, mindegyik számnak megvan a saját háttér jelentése. Miben különleges ez az album, hiszen mindig a megújulás jellemző rátok. Ez a mostani album miben más, mint a többi? A mostani albumon az összes dalt én írtam, szövegét is és zenéjét is, de azért alapul mindenképpen a népzene volt a legfőbb inspiráció, a magyar népzene, és azoknak a népeknek a zenét használtam föl most ehhez a lemezhez, ahová a cimbalom, a magyar pedál cimbalom elterjedt. Ez egészen a görög szigetvilágtól, az Égei-tenger szigetvilágától egészen Csehországig mondható ez a terület, tehát innen bátran merítettem mindenféle népzenéjéből, aki használta a cimbalmot. És úgy tudom, hogy a régebbi dalokat is felhasználtál? Igen, hát inkább az van, hogy a régebbi daloknak az érzületét próbáltuk megint továbbvinni, tehát az Oppa Dirida című dalunk, amit azért a mai estén is el fogunk természetesen játszani a mezőtúri közönségnek, és ezen kívül még rengeteg olyan régi dal, aminek egy kicsit van azért áthallása ezen a lemezen. Hogyan jellemeznétek a zenéteket, azon felül, hogy világzene, de azért mégis pontosítsatok, légy. Hát, sokan úgy titulálják, hogy mondjuk cimbalmos rock and roll, vagy cimbalmos világzene. Én ezt teljesen büszkén vállalom, mert azért bátran nyúlunk mindenféle stílushoz, de alapvetően nálunk a Cimbali Bandben mindenki magyar népzenéből érkezett, és a népzenéből közelítünk az újdonságok, a rockzene, a popzene, a jazz felé, és bátran használjuk ezeket az eszközöket is ahhoz, hogy valami olyan újdonsággal tudjunk előlépni, ami azért erőteljesen magyar alapú. Igen, jelen vagytok a zenei életben. Hogy látjátok, mennyire kellendő, ha ilyen csúnyán fogalmazok, a világzene? Mi talán szerencsés helyzetben vagyunk, én úgy érzem, tehát tavaly is 80 koncertünk volt, még a Covid idején is próbáltuk ezt a számot valamilyen szinten megtartani. Most már azért úgy kezdenek az emberek egyre jobban jönni a koncertekre, reméljük, hogy itt Mezőtúron is sokan lesznek, és hát az az igazság, hogy tehát réteg zene, amit játszunk, de attól függetlenül elég sokan ismernek már, hála Istennek, minket. Mi a célotok ezzel a zenével? Hát alapvetően az első célom, amikor megalapítottuk a zenekart, hogy a cimbalmot népszerűsítsük, mint Hungarikum hangszerünket. Most már egy picit lehet, hogy még jobban nyílt ez az egész óló, és nem csak magát a cimbalmot, hanem a magyar népzenét is egy kicsit népszerűsítjük vele. És hát igen, tehát mi egy olyan zenekar vagyunk, hogy nem az amerikai stílusokat próbáljuk ötvözni, hanem a bázis az mindig a magyar népzene, vagy maximum a Kárpát-medence népzenéje. Mit üzennétek a mai fiataloknak a világzenével kapcsolatos, illetve a magyar népzenével kapcsolatosan, ami még mind, tehát hogy érték maradjon?
Én azt mondom, hogy először amennyire tudják, legyenek tisztában a saját mondjuk kis teritoriumoknak, a városoknak, vagy akár a vidéküknek a zenéjével, legyenek tisztában a magyar népzenével, és akkor utána, hogyha már ezek a dolgok rendben vannak, utána már magától jön az egész, és hogyha tényleg van megfelelő mögöttes népzenei tudás, akkor elég könnyen lehet bánni a magyar népdalaival. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok nektek ez az új albumhoz. Nagyon köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehetett, mert apukám itt született Mezőtúron, úgyhogy ezt még hozzátenném az egészhez, úgyhogy ezúton is üdvözlöm őt sok szeretettel, mert itt laktak a környékben, és itt született. Köszönjük. 2024-ben folytatódnak a pályázati kiírások. Jelenleg két új aktuális pályázatot hirdettek a lakosok, illetve a vállalkozók számára. A részletekről dr. Borancsi Ágnes pályázatíró adott tájékoztatást televíziónknak. 2024-ben is folyamatos pályázati lehetőségek vannak a lakosok, illetve a vállalkozások számára. Mit tudhatunk jelenleg az aktuális pályázatokról? Jelenleg két nyitott projekt van, és mind a kettő vállalkozásoknak íródott. Az egyik a kapacitásbővítés pályázatot elsősorban a hátrányos térség fejlesztéséért írták ki, és ebben csak Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és a Dél-Dunántúli területeken lévő vállalkozások tudják igénybe venni. Fontos, hogy ezeken a térségekben legyen bejegyzett székhelye, telephelye vagy fiókhelye a vállalkozásoknak. Itt mikro, kis és közép vállalkozások tudnak indulni. Fontos feltétel, hogy minimum egy lezárt teljes éve legyen. A teljes lezárt év az január 1-től december 31-ig tart. Tehát ha most ő 24-be nyújtja be a pályázatot, akkor ugye a 23-as évet azért még sokan nem zárták le, hiszen évelején vagyunk, tehát az egy teljes lezárt év jelen esetben akkor a 22-es. Ha valakinek jobban sikerült a 23-as éve is, azzal szeretne bejönni a pályázatba, akkor lehet, tehát akkor le kell zárni a 23-as évet, viszont egy dologra figyelni kell, hogy ez január 31-én le is zárul ez a pályázat, szóval rövid a határidő. Amire lehet pályázni, az a munkavállalóknak a felvétele. 70%-os támogatási intenzitással megy ez a projekt. Egy fő plusz ember felvételét 2,5 millió forint támogatással illetik. Ebben a projektben a bért és a szociális hozzájárulást lehet lekérni, minimum egy, maximum 10 fő munkavállalót lehet igénybe venni. Nagyon fontos, hogy, ahogy említettem az elején is, tehát hátrányos térségek fejlesztését segíti, és az itt élő dolgozók munkához jutását segíti, tehát olyan vagy friss álláskeresőket lehet foglalkoztatni, akik jelenleg is regisztráltak a munkaügyi központokba, vagy pedig hátrányos helyzetben lévő, megváltozott munkaképességű dolgozókat lehet felvenni. Lehet 50% előleget igényelni bérekre. Ennek a pályázatnak a fókusza a bértámogatáson van, de ha valaki szeretne eszközt, vagy gépet vásárolni, vagy felhő alapú online marketingre is szeretne költeni, akkor ebből a pályázatból ezt is meg lehet oldani. Tehát ez egy komplex kapacitásbővítő projekt. A másik pályázat az pedig a közúti elektromos járműveknek a vásárlását, beszerzését segíti. Ez lehet személyautó, vagy lehet teherautó. Itt fontos, hogy a pályázat előírja, hogy nem lehet hibrid autók, csak kifejezetten elektromos járműveket lehet vásárolni. Fontos követelmény, hogy itt is a vállalkozónak legyen egy teljes lezárt éve, ahogy mondtam az előbb, január 1-től december 31-ig tart, 24-ben általában a legtöbb cégnek a 22-es éve a lezárt év, de ez a pályázat 25. március 31-ig nyitott, tehát van még rá egy év. Ha valakinek a 23-as éve jobban sikerült, mint a 22-es, érdemes erre törekedni, hogy a könyvelővel vagy hamar lezárassa,
hamarabb tud pályázni, vagy amikor a soron következik májusban ugye az adóbevallások ideje, akkor záratja le, és utána akar pályázni, ezt is lehet. Ez a pályázat nagyon szigorúan veszi azt, hogy a lezárt évben mennyi volt a nettó árbevétele a vállalkozónak. Ugyanis amennyivel zárta, annyi, a körülbelül akkora összegű autót vásárolhat belőle. Ez a projekt igazából sávosan adja a pályázati támogatást. Egy kisméretű elektromos autó ma Magyarországon kb. 10 millió forintba kerül. Ebből a magyar állam, hogyha ilyen kicsi járművet tud csak vásárolni, 2,8 millió forinttal járul hozzá. Tehát a pályázat bírálat akkor nézik, hogy kinek mennyi volt a nettó árbevétele, és mennyi foglalkoztatottja volt. Ha valakinek egy, akkor egy járművet tud vásárolni. És ettől függően, hogy mennyi dolgozója volt, ettől függően határozzák meg a létszámot. Tehát 1 és 10 között ad egy járművet, 10 és 50 között 5 járművet, 50 és 250 között, 10 és e felett pedig 16-ot tudnak vásárolni. Fontos, hogy az a cég, aki 2021. december 31-e előtt, vagy akkortól hozta létre a vállalkozását, nekik a TAOR kódjait végig fogják vizsgálni a pályázatban. Tehát ebbe a projektbe csak olyan vállalkozások jöhetnek, akik már 2021. december 31-e óta megvannak. Vagy hát nyilván, ha előtte létesültek, akkor ők is tudnak jönni. Tudnak, ennek a pályázatnak a kuriózuma, hogy személyszállítók, akik taxizással foglalkoznak, is tudnak indulni, de fontos, hogy 2023. december 1-e óta ez a taxizásos folyamat be legyen regisztrálva a saját TAOR kódjai, tehát tevékenységei között. Tehát most, ha valaki indulna, és most szeretné beírni, már nem tud pályázni. Azok a vállalkozók, akiknél szerepel a pályázat beadásától számítva személyautóknak a kereskedelme és értékesítése, ők nem tudnak a pályázaton indulni. Hiába most kiszedik a tevékenységi körből, őket teljes mértékben kizárja. Nem lehet előleget felvenni, egy összegű elszámolás van, a gépkocsi beszerzése után lehet elszámolni. És még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy fontos, hogy kizárólag csak elektromos autót, teljes 100%-os elektromos autót lehet vásárolni, hibridet nem. Ezek voltak a lakossági pályázatok, vagy ezek voltak, bocsánat, a vállalkozói pályázatok. A lakosságnak jelenleg még nyitott a napelemes pályázat, ez a napelem plusz rendszereknek az előregisztrációja. Nagyon sokan regisztráltak, és ennek az a célja az államnak, az a célja ezzel, hogy kiszűrje a pályázóképes lakosokat, túl kell esni egy ilyen szűrőrendszeren, és aki megfelelt és fennmaradt a szűrőn, ők tudják majd a projekteket benyújtani. Tehát jelenleg folyamatban minden, igen nagy az igény, nem tudjuk, hogy meddig lesz nyitva, szóval ez kétséges. Ebben a pályázatban akkumulátoros rendszerekre lehet majd projekteket benyújtani. Ugye egy akkumulátoros rendszer azért elég sokba kerül, tehát ez egy teljesen más struktúra, mint amit eddig kiírt a kormány. Úgyhogy egyelőre a lakosoknak ez a pályázati rendszer működik. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!